A Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Hut Gergely! Köszöntöm Önöket, és kezdjük is a műsort, tekintve, hogy Nagy József hónapok óta nem hajlandó bevallani önnön posztmarxista neobolsevik voltát, ezért úgy döntöttünk, hogy ebben a műsorban inkább Nagy Attila Tibort próbáljuk meg coming out-oltatni, ugyanezen a vonalon, nem véletlenül került a rendezői szélső balra. Nem tudok arról, hogy posztmarxista lennék. Tehát arról sem tudok, hogy Marx emlőin nevelkedtem volna, hanem én egy politikai elemző vagyok, egy olyan intézetnek a tagja, amely nemrég hozta a nyilvánosságra négy európai vezetőnek a beszédeinek az elemzését, mintegy 100 oldalon, Macronét, Orbán beszédeit, Putyinét és Merkelét, úgyhogy ennek a tanulmánynak az olvasását ajánlom figyelembe, ez nem posztmarxizmus. Kitalálom, kísérteties hasonlóságot találtatok Orbán Viktor és Putyin beszédei között, azt leszámítva, hogy Putyin sokszor szelidebben és demokratábban beszél az elemzését. Nem, mi ennél árnyaltabban közelítettük meg a helyzetet, mint ahogy rámutattunk például arra, hogy az esetleges magyarországi közvélekedéssel szemben Macron nem korlátlan bevándorláspárti, teszem hozzá Angela Merkel sem volt az, legalábbis a beszédeit tekintve, de mondom, ezt több mint 100 oldalon fejtettük ki, úgyhogy ajánlom a kedves nézőknek, hogy a Méltányosság Politika Elemző Központ tanulmányát köszönjük, fogassák. Én a független objektív műsorvezető vagyok, úgyhogy majd a srácok eldöntik, hogy mindezek alapján pártatlannak vélik-e az intézet működését. Minden esetre itt van velünk Apáti Bence, a nemzet böllére, aki a főhősben hétről hétre állítja kivégző osztag elé a kiszemelt politikusokat. Ráadásul az egyetlen olyan böllér, aki eredeti végzettsége szerint balettáncos. Igen. Hát valószínűleg ebben nem tévedek. És itt van velünk Gerő András történész, aki majd eldönti, hogy szerette a baloldalon ülni, vagy nem. Minden esetre azzal, hogy, és ez pontosan muszáj mondanom, ugye az első világháborús centenáriumi projekt tudományos tanácsadó testületének alelnöke egészen biztos, hogy beletaposott jó néhány baloldali lélekbe azzal, hogy Károlyi őszi rózsáit el lehet taposni azon a híres első világháborús, egyébként nagyon nagy visszhangot kiváltó, és sokak szerint zseniálisan jó kiállításon. Hadd pontosítsak, ez egy háromosztatú első világháborús kiállítás a Várkedbazárban. Én a két első részébe vettem részt, tehát pont ebben a harmadik részben, amire maga utal, ebben nem vettem részt. És nem is tetszik a harmadik rész? Nem is tetszik a harmadik rész koncepciója? De egy rendkívül izgalmas és érdekes kiállítás, és szerintem azért jó, mert nem egyszerűen technikailag van úgy elkészítve, hogy egy impresszív, érzelmileg is érzékelhető benyomást tesz, hanem azért is, mert bizonyos értelemben vitára ösztönzi azt, aki oda bemegy. Tehát, és egy kiállítás, mint egy színházi előadás is, szerintem azért, hogyha megkavarja az embert. Na, egyébként nézze meg mindenki, mert valóban nagyszabású és elképesztően izgalmas kiállításról van szó. Szóval Jeszenszky Zsolt politikai hobbista, aki miután Dobmen egyre inkább kamázza Orbán Viktort, ő maga részéről már Dobment is kamázza, mint tegnap megtudtuk. Én régebb óta kamázom Dobment, tehát mi barátságunk egy ilyen színuszgörbe, hol épp valami olyat csinál, ami nagyon szimpatikus számomra, és majdnem fölhívom, hogy de jó fej voltál, sőt már ilyen is volt, aztán lemegy a színuszgörbe, amikor épp valami olyat csinál, de szerintem ez jól van. Ez egy kicsit, hogy mondjam, szégyellem is magam, mert nekem se 100 oldalas tanulmány nincs a hátam mögött, maximum egy néhány oldalas cikk a Magyar Időkben a neobolsevizmus magyarországi éledezéséről. Hát történész meg végképp nem vagyok, tehát mondjam, szerényebb is. De az és még balettáncos sem. De az édesapja viszont egy kitűnő történész. Abszolút, és azt is tudom, hogy Gerő András is egy kitűnő történész, ezt már apámtól gyerekkorom óta tudom, úgyhogy szerintem, hát remélem, hogy itt ebben a műsorban, mivel hagyjuk ezt a tőgymeleg hangulatot, és elmondom, ha valaki nem látja pontosan, egy székelő medve van a pólódon, és majd igen, gondolom semmi politikai üzenet, az oknim se lukas, egyszerűen felvettem egy Szél Bernadett pólót. De lehet, hogy az állatválasztás egyébként bár a jeges medve is lehet, hogy közel, de lehet, hogy nem pontos, mert hogy inkább valamilyen reptiliánféleséget kellett volna ábrázolni. Itt van velünk Herényi Károly, az MDF volt frakcióvezetője,
aki nem csak lehengerlő megjelenésével okoz álmatlan éjszakát polgári hölgyeknek, hanem az ebben a műsorban elhangzott kijelentéseivel, és legalábbis számos levél ezt bizonyítja. És itt van velünk Kálomista Gábor producer, aki országszerte abban a hírben áll, hogy rendkívül humoros és vicces, úgyhogy most magadról kell majd valami vicceset mondani. Minden esetre akkor kezdjük már azzal a témával, amit Gerő András írt az azonnali.hu-n, hogy zsidó zavar, miért érzi magáénak egy zsidó szervezet a zsidó ellenes Füst Milánt. Ugye arról van szó, hogy a valamilyen módon a mazsihisz kötelékébe tartozó szervezet, a Mazsike, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület nevezett el Füst Milánról egy páholyt, holott Füst Milán zsidó származása ellenére olvashatjuk ebben a cikkben, erősen antiszemita volt a 30-as években. Ugye mindez azért érdekes, mert az utóbbi életben, időben, mint hogyha egyre több zavar keletkezne a zsidó közéletben, és egyre kevesebben lennének hajlandóak folyamatosan antiszemitázni a magyar jobboldalt, és inkább hajlandóak elszámolni az esetleg saját tévedéseikkel az elmúlt 20-30 évből. Ezt én most nem egészen értettem, amit mondott, mert ebben egy kis zavarosság van. Leegyszerűsítem. Tegnap például a mazsihisz már Izraelből is kemény kritikát kapott, és az ilyen hangok egyre gyakoribbak. Tehát, hogy az antiszemitizmusért nem az Orbán kormány, meg az európai jobboldal felelős, hanem valaki más. De több dolgot válasszunk szét. Azért, mert zsidó szervezetek között vita van, adott esetben ilyen is van. Az, hogy Izrael állam és egy magyar zsidó szervezet között mondjuk vita van, annak nincs köze az antiszemitizmushoz. Tehát egyszer fogalmilag különbözik a két dolog. Ez egy normál vita helyzet. Nem is érdekes ebből a szempontból, hogy kinek van igaza. Hát mint ahogy bárhol a magyar politikában vitatkoznak emberek, egy is anti-magyar, ugye? A másik, hogy maga itt a mazsihiszre hegyezte ki, ez egy Mazsike nevű, Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, amelyik egy ilyen páholyt üzemeltet, és ugye én azért írtam ezt meg, mert 2017-ben egy irodalomtörténész írt egy nagy monográfiát Füst Miláról, ahol ez egy több mint 600 oldalas munka, ahol 25 oldalon bizonyítja be azt, hogy a Füst Milán mennyire kívül helyezte magát a zsidóságon, ez nem lenne probléma, hanem emellett abszolút és határozottan zsidó ellenes, nevezzük így, kijelentéseket tett, ami nem csak a zsidó vallásra vonatkozott, még az is elmenne abba az értelemben, hát nem kell mindenkinek vallástag lenni, hanem a zsidó kultúra egészére. És úgy annyira kívül helyezte magát a zsidóságon, hogy tiként beszél róluk, tehát hogy elhatárolja magát tőlük, sőt azt is megírja, hogy szerinte nekik, már mint a zsidóknak, adott esetben, ha elpusztulnak, hát más nép is elpusztult, hát olyan nagy probléma ezzel ebben az értelemben nincsen. És ezért mondom azt, hogy nagyon helyes az, hogy Magyarországon utca viseli Füst Milán nevét, mert egy kitűnő író volt. De jelentős hozzáadott értéket tudott el. Rendben van az, hogy irodalmi díj viseli a nevét. De egy zsidó szervezet, amelyik azt tűzi ki célul, hogy a zsidó identitás pozitív megélését tegye lehetővé, az ő esetében nem helyes egy ilyen névadás. Mert hát nem nevezünk el valakiről egy pozitív zsidó identitás kibontakozására lehetőséget nyújtó fórumot, aki egyébként antiszemita módon érve. Az is kiderül egy simán, hogy egyszerűen a Mazsikénél a névadók bunkók és műveletlenek, és nem ismerik. De nem azok. Nem, én azért mondom ezt, hogy ez a névválasztás, ez 2000-ben történt meg először, akkor a mazsihiszhez tartozott az egész, meg a Dohány utcai zsinagógához. Én azért írom ebbe az írásba, hogy 2018-tól vállalhatatlan ez, mert ugyan a napló, aminek az alapján ez az irodalomtörténész, Sein Gábor egyébként megírja ezt a könyvet, az 1999-ben jelent meg, ez egy több ezer oldalas szövegfolyam. 2017-ben jelent meg a Sein könyv, és ezért mondom, hogy 2018-tól ez egy vállalhatatlan név. Előtte, amikor még nem tudhattak róla, hogy így mondjam, ilyen tudományos értelemben, addig miért ne hát elme? Bocsánat, de öntsük le ezt a témát egy kis propagandista barbecue szósszal, hiszen a lényeg mégiscsak az, hadd árulkodjak, amit az adás előtt mondott, hogy azért mostanában sok mindenki lelepleződik azzal, hogy igaztalanul áll elő antiszemita váddal. De itt mondom, itt arról van szó,
hogy ez a monográfia ezt bizonyítja. Egy zsidó szervezet nem nevezhet el egy ilyen emberről semmilyen fórumot. 2018 óta ez így. És az a probléma szerintem, hogy két eset van. Vagy nem olvasnak ezek az emberek, én nem hiszem, tehát kizár dolog, hogy másfél év alatt ne jutott volna ez a tudomásukra, amióta a könyv megjelent. A másik pedig az, ami a súlyosabb, ha igazam van, hogy a magyarországi zsidóság jelentős része, hogy így mondjam, politikailag balra fixált. És ezért, miután itt egy zsidó származású emberről van szó, ez a Püst Milán, aki még baloldali is volt, úgy tűnik, hogy ez a két tényező önmagában valakit, hogy így mondjam, kóserrá tesz. És ezért van az, hogy a magyarországi zsidóság jelentős része csak antiszemitizmus tekintetében csak jobbra kritikus. Tehát mindenütt antiszemitizmus szimatol a jobb oldalon, de nem kritikus a baloldali antiszemitizmus. Na, erről a mondatról szerettünk volna beszélni röviden, hogyha lehetséges. Hát azt kell mondjam, hogy amit az előbb is már mondtam az adás elején, hogy Gerő András egy kiváló történész, és tökéletesen ábrázolta ezt a helyzetet. Most minden irónia nélkül mondtam természetesen, de akkor Füst Milán ezek szerint... Füst Milán ezek szerint akkor egy ilyen korai Kertész Ákosnak tekinthető, bár ugye ő nem nevezte sárban fetrengő varacskos disznóknak a zsidókat, de hasonló szindrómával találkozhatunk. Igen, van ilyen a zsidó öngyűlölet, de nem, az még belefér, hogy van egy ilyen ember, máshol is volt Európában. A probléma az, hogy egy csomó zsidó származású ember, akinek van zsidó identitása, miért gondolja azt, hogy az antiszemitizmus csak jobb oldalra kötődhet? De milyen mértékű az antiszemitizmus, arról nem beszélünk, tehát hogy mi mindig arra beszélünk, hogy antiszemitizmus, de én nem igazán látom ennek a jelét itt per pillanat Magyarországon az antiszemitizmusnak. Tehát, hogy tök mindegy, jobb vagy baloldali. Igen, de ez mindig egy vita kérdés, hogy a mérték, ez mindig egy vita kérdés. Bocsánat, akkor hadd segítsek. Tehát amikor a Jobbik elnöke már a cukisodási folyamat részeként ugye a feleségével heves karlendítések közepette üli meg a saját lakodalmát, akkor bizony tapasztalható antiszemitizmus ebben az országban, és akkor talán meg is kaptuk előre a választ arra, hogy mi az oka annak, hogy a baloldali médiában, a baloldali politikában ez ma nem hír. Először is szerintem Sargent Ignacio-nak ezek szerint igaza volt, csak rossz fele kereste az igazságot, mert ugye azt mondta a jelentésében, hogy létezik antiszemitizmus Magyarországon, Fideszre utal, de közben valószínűleg a barátai között kellett volna inkább szétnézni. Egy kicsit komolyra fordítva, én általában... Bocsánat, ezzel nem akarom, mert tied a szó, de a Sargentiniről tudjuk azt, ez most független a jelentésétől, hogy ő annak a nyugat-európai balos tracknek a híve, amelyik abszolút izraellenes, tehát ennek az új antiszemitizmusnak abszolút híve. Egyébként onnan lehet ezt megismerni, lehet kritizálni Izraelt, miért ne lehetne, magától értetődik. Két dolgot nem szabad kétségbe vonni Izrael esetében, és ezt vonja kétségbe Sargentini, a létét Izraelnek és a biztonságos határokhoz valójában. Gerő András nem csak kiváló történész, de a napi realitásokat is tökéletesen látja, és örülök, hogy ez szóba került. Egy pillanat. Befejezhettem, Károly? Köszönöm. Azt hittem abba, hogy... Nem hagytam abba. A mondat közepén felvitt hang, az nem azt jelenti, hogy épp abba készülök hagyni, de lehet, hogy ez félreérthető volt. Szóval, hogy nagyon örülök, hogy ez szóba jött, ez a modernkori antiszemitizmus, vagy mai antiszemitizmus kifejezés, mert ez egy nagyon is valós dolog, és ez nem csak Magyarországon, de ez nemzetközi szinten, sőt, hogy Amerikában rengeteget beszélnek is erről, hogy a mai antiszemitizmus az nagyon is baloldali, és kifejezetten az Izrael ellenességben testesül meg, és ki pontosan kétségbe vonja Izrael létjogosultságát, és különösen a saját biztonságára való biztonságának a megvédésére való törekvés. Csak átveszem gyorsan szót, hogy és ha már a sajtót szóba hoztad, mert hogy én nagyon régóta Facebookon kezdtem írogatni még annak idején, talán 8-10 évvel ezelőtt, és már akkor is a balliberális sajtónak a furcsa elfogultságát elemeztem sok esetben, és az látható például ebben az esetben is, hogy amíg például a 444 vagy az Index nagyon keményen kikelt bármilyen antiszemita beszédre hasonlító dologra is, most ebben az esetben effektíve mentegeti Schneider Tamás feleségének a kézmozdulatát. Mondok egy kiváló példát, a 444 megírta azt, hogy tulajdonképpen ez lehet, hogy nem is karlendítés, hanem ez a fradista szívtől az égig mutató valami mozdulat. Csak hogy, amikor a fradisták ezt a mozdulatot csinálták, akkor a 444 és az Index
azok pontosan azt mondták, hogy ez nem szívtől az égig mozdulat, hát ez egy kamuduma, gyerekek. Hát ez pontosan, hogy helyhitelezett mozdulat. Most pedig ezzel a dumával mentegetik Schneider Tamásnak a feleségét. Szerintem ezzel egészen... azt akarod mondani, hogy a Index és a 444 nem következett, nem. De nem jön el az a pillanat, amikor Heller Ágnes visszavonja tanait, bocsánatot kér az ő közösségétől, és a Spinoza házban félárbóc. Rangos Katalin, a tegnap előtt az ATV-ben egyébként, bocsánat, de ő azt mondta, hogy ő most innentől kezdve nagyon sajnálja, hogy ő megette a Vona Gábornak ezt a néppártosodást, mert nem tudom, láttátok-e? De mindenki megette. És igen, csak ő bevallotta, viszont utána Sakot kirakott egy pontot, és utána elkezdett egy új mondatot, ami viszont hát eléggé döbbenetes volt, ott meg azt kezdték el fejtegetni az ottani vendégek, nem akarom és nem is tudom szó szerint idézni őket, hogy tulajdonképpen mégis egyfajta együttműködés elképzelhető kis településeken, szervezeti szinten, nem a nagy fejesek között, hogy tulajdonképpen össze lehet fogni picit a nácikkal, mert a NER leváltása legeslegfontosabb. De egyébként nagyon jó indulatúak vagytok. Mert a Mészáros Kocs az borzalmas, de hogy... Igen, itt tehát valóban elhitte, hogy a Jobbik toposzt. Nem antiszemita párt, vagy csak taktikai szövetséget kötött velük, az ördöggel is, csak legyőzhessék Orbán Viktor. Néhány dolgot hadd mondjak. Az első, a baloldali médiában ez a Schneider ügy, illetve a feleségének ügy igenis hír. Az Index ma például elég részletesen írt erről. Egy, kettő. Ha az a vélemény gyökeresedik meg, hogy amit láttunk, az elfogadhatatlan, akkor én kíváncsi vagyok arra, hogy mikor szólítják fel Schneider Tamás parlamenti alelnököt a lemondásra. Ugyanis ne felejtsük el, a parlamenti alelnökség az egy elég jelentős pozíció a magyar közjogi rendszerben. Tehát, hogyha a résztvevők egy jelentős része, és ahogy látom a jobboldali médiumokat, azt mondják, hogy Schneider, illetve a felesége nem viselkedett méltóan ezen a rendezvényen, még ha magánrendezvény is, akkor nagyon is felvethető az a kérdés például Kövér László részéről, hogy hajlandó-e ezzel az alelnökkel együtt dolgozni. De viszont nem tett vele együtt esküt a parlament lépcsőjén, mint a... Esküt nem. Egyébként súlyosabb a helyzet. Súlyosabb a helyzet. Schneider Tamás a Fidesz... Talán a saját Schneider Tamás, a kérdés, Schneider Tamás 2014-ben és 2018-ban többek között a fideszes képviselők szavazataival lett parlamenti alelnök, mert ez parlamenti többséggel is a végén. De végül, azért gondolom, nem így van. Tehát ez de nem, de így van, így a parlament többségével kell megválasztani a parlamenti alelnököket. És végül, bocsánat, még egy mondat, a Jobbik nem kizárólag Schneider Tamásból áll. Én ajánlom mindenkinek a figyelmébe Varga Dam Andrea tegnap esti tévénnyilatkozatát, amelyben ő például elfogadhatatlannak tartotta a videóban látottakat, és nem állt ki egyértelműen a pártelnök mellett. Ez csak úgy halkan jegyzem. És hogy miért baj, hogy valaki nem áll ki egy olyan ember? Én nem mondtam, hogy baj. Mondjuk azt hiszem, hogy én nem mondtam, hogy baj, csak felhívom, mint elemző hogy? Mindenkinek a figyelmét, hogy a Jobbik nem kizárólag Schneider Tamás pártelnök. De az a Schneider, hogy 20 magával bátran nagyon vert egy mozgássérültet néhány éve, mint ma kiderült, az a bátor, ami 8 hónapot kapott. De akkor ez felveti a kérdés, hogy a Fidesz 2018-ban a Fidesz képviselői miért szavazták, mert Schneider Tamás parlamenti... Na jó, de a Fidesz mondhatta volna azt, hogy Schneider számára elfogadhatatlan. Nem úgy van 29 éve, hogy a kormánypárti frakciók nem szólnak bele az ellenzék jelölkeinek a szemébe? De volt eset, hogy beleszóltak. Tehát volt olyan, hogy valakit jelöltek parlamenti alelnöknek, és nem fogadta el a többség. Ez előfordult, de bocsánat, hát túlléptünk itt egy olyan kérdésen, a 20. század egyik legnagyobb magyar irodalmi alakját, Füst Milánt, azt most antiszemitának minősítettük, ami azért egy elég súlyos vád. Tehát én azt gondolom, hogy először tisztázni kéne, hogy mi a fene az antiszemitizmus. Antiszemita, aki azt mondja valakire, hogy te hülye zsidó, vagy az, aki a gázkamrába küldi őket, nem lehet egyenlőségjelet tenni a kettő közé. A két háború között az egyik nagyírónk, aki parlamenti képviselő is volt, annyit írt az antiszemitizmusról, az az antiszemita, aki a kelleténél jobban utálja a zsidókat. Lehet így is közelíteni. Ezt a Mikszátnak tulajdonítják ezt a mondást. Na de az, hogy azt az embert, aki megalkotott,
alkotta a magyar szabad verselést, meg hát fantasztikus irodalmi teljesítménye. Fantasztikus Kossuth díjat kapott. Azt nem 1948-ban, amikor megalapította a Lántos Jánosnak. Nagyon nagy bátorság az, vagy nagyon nagy merészség antiszemitának nevezni, mert egyébként a címkézés az mindig roppant mód, nagyon leegyszerűsíti nem a kell dolgokat. Félni de én nem félek, nem de ráadásul de. A védelmében mondom az Egyesületnek ennek a kis kultúrában. Azt védem, hogyha valaki eltűri azt, hogy a sajátjai közül kritizálja, az egy derék dolog. Tehát nem rögtön azt mondja, hogy kritikai mondatokat fogalmaz meg, hogy ez az ellenfelem, ezt ki kell közösíteni. Ez a medvés figura levés. Tudjuk, hogy ez egy ilyen ember, ennek ilyen irodalmi teljesítmény, és tudjuk, hogy így vélekedett bizonyos kérdésekben zsidókról. De az általad idézett utolsó mondat, amikor azt mondja, ugye ő kikeresztelkedett, de nem úszta meg a zsidó üldözést sem, amikor azt mondja, hogy lehet, hogy pusztulni kell a népemnek, hogy ne nem legyen az, hogy ennek a népemnek, a... nektek. Nektek, hogy ne kelljen de... ennek, hogy a nép, vagy a ti népetek, az ne legyen áldozati báránya egy nagyon primitív és nagyon bunkó társaságnak. Hát ez a mondat befejező része. Igaz, állandóság. Én azt gondolom, hogy annak, hogy ki milyen nevet ad egy szervezettek, vagy ez a Magical, hogy nevezel egy páholyt, szerintem az ő saját joguk, hogy önmagában belül lefolytatják az vitát. Én szűkebb pártriákban mondjuk Révfülöpön biztos, hogy nem szeretnék egy Gyurcsány utcát, még ha rövid és Zsák utca se. De hát ez mindenkit bízunk szerintem, aki benne volt ebbe, tehát nekik kell a szorol. Jó, akkor ezzel le is bízunk. Zárjuk a zsidó. Muszáj, bocsánat, lejárt az első rész műsorideje, és folytatjuk mindjárt a zsidó antiszemitizmus témáját lezárva. Azzal folytatjuk a következő részben, kedves nézők, hogy jogos-e a félelem, hogy Ferenc pápa nem a magyaroknak tesz majd gesztust Csíksomjon. Tehát folytatjuk a szabadfogást Nagy Attila Tiborral, Gerő Andrással, Herényi Károllyal, Apáti Bencével, Jeszenszky Zsolttal és Kálomista Gáborral. És az a következő témánk, hogy az internetet ellepték a szörnyű aggodalmaskodó bejegyzések, posztok arról, hogy Ferenc pápa idei tervezett csíksomjói látogatása egy héttel a búcsú előtt valamiféle gonosz ármány lehet, és valójában majd fizetett román hívek előtt fog hát a magyaroknak nem kedvező gesztusokat tenni Ferenc pápa. Honnan ez a félelem? Mert hát az erdélyi magyar püspök kiterjesztette ugye a csíksomjói búcsú időszakát a pápa látogatásra, és akkor is el lehet nyerni, meg lehet látogatni ezt az eseményt. Tehát miből gondolja bárki, hogy Ferenc pápa nem jó indulattal, jó szándékkal érkezik a magyarok? Én szerintem ez nem félelem, hanem sokkal inkább sértettség. Egy olyan fajta sértettség, hogy mi elég régóta hirdetjük, hogy az európai kereszténység védelmezői vagyunk, és mi vagyunk itt a határ, és az évszázadokon keresztül mi védtük a kultúrát, vagy a nyugati európai civilizációt, és mintha a pápa ezzel a gesztusával ezt nem honorálná. Tehát én azt hiszem, hogy sokkal inkább egy ilyen sértődöttség van ezekben a megnyilatkozásokban, hát van ezek között néhány egészen csúnya, a pápát sátánnak nevezik meg egyebeket a különféle internetes fórumokon, de én szerintem el fog jönni hozzánk is, ahogy második János Pál is itt volt. Tessék? Most is eljön. Hát majd eljön. Nem a magyar földre érkezik. Na jó, de nem a magyar egyház meghívására jött, katolikus egyház meghívására, azt fogadta el, majd el fog jönni ide, és hát türelemmel kell lenni, a legszebb tulajdonságuk egyike a keresztényi türelem. De bocsánat, soha nem értettem, amikor így mondjuk egy pápát, hogy így mondjam, egy gondolkodásmód úgymond nacionalizálni akar. Tehát, mintha nemzeti alapú működne. Hát a katolikus egyház és a pápa, mint a legfőbb vezetője, hogy a második József mondta, hogy ő foglalkozásánál fogva royalista, hát a pápa is foglalkozásánál fogva nem egy nemzethez kötődik. Tehát miért részesíteni előnybe az egyik nemzetet a másik alatt? A pápa, a kereszténység egy embercentrikus világképbe gondolkodik, egy szeretett vallás a kereszténység, hivatalosan a pápa ennek a letéteményese. Tehát nem értem, hogy hogy jut eszébe embereknek, hogy adott esetben a pápát nemzetileg kontextualizálják. Tehát, hogy ilyen ellenes vagy olyan ellenes. A pápa foglalkozásánál fogva semmelyik nemzetnek nem ellensége. De hogy lehet ezt a pápa látogatást elvenni a magyaroktól, tekintve, hogy hát a katolikus egyház Erdélyben tradicionálisan magyar, valószínűleg nem tévedek, hogyha most is a hívek többsége magyar, tehát azért az elsősorban ez
a magyar katolikusok felé egy gesztus, és nyilván az anyaországból is rengeteget érkeznek majd. Hát nyilvánvalóan, tehát hogy lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz ez a búcsú, mint ahogy mondtad. Én azt hiszem, hogy azért azt ne vitassuk el, hogy ez valamikor magyar föld volt, tehát hiába vitatkozunk ezen, hogy kinek a meghívása érkezett. Azért Csíksomlya azért emblematikusan a magyaroknak van, magyaroknak szól, hogy oda megy, szerintem ezt ugyanúgy lehet azt is felfogni, nincs egy jelzés értéke, mikor ráadásul ugye Erdélybe megy. Tehát én nem gondolom, hogy ez bármit kéne mögötte sejteni. Azért egy olyan emlék, olyan kegyhely, ahol egy pápa elmegy, szerintem a magyarok 10-100 000-ig fognak oda menni erre az eseményre. Nem tudom, rám nézel, én nem vagyok katolikus. És különösen nem tudsz a pólóban ugyebár annak. Folytassuk akkor azzal, hogy folytatódnak a kormány buktató gigasztrájkok. Ugyan a hétvégén 1-2 000 embernél többen nem jelentek meg, és végül is nem állt le az ország, ellenben nagyon sokan jól szórakoztak. Már a mai naptól fogva újabb és újabb események történnek, többek között ma az ismeretlen tettesek élükön Hatházi Ákossal, Polt Péter ellen tüntetnek és igyekeznek majd még a műsor felvételén, nem tudjuk milyen módon megszállni vagy elfoglalni a legfőbb ügyészség épületét. Aztán már a hétvégén, vagy január 25-én pontosabban blokkád alá akarják venni Budapestet, el akarják torlaszolni többek között a rakpartokat, és február 11-én pedig újból megkísérlik a Fiatalok a Demokráciáért szervezet nevében a nagy blokkádot, az egész ország megbénítását. Akkor most hozzátéve az előzőhöz, mielőtt esetleg kiszerkeszti valamelyik balliberális médium, hogy azt mondtam, hogy nem vagyok keresztény, katolikus, nem vagyok evangélikus, viszont igen. Szóval van Einsteinnek ugye ez a nagyon híres mondása, hogy az őrület legbiztosabb jele, amikor valaki újra és újra ugyanazt csinálja, abban bízva, hogy más eredményt fog hozni. És ezek a tüntetések eléggé ezt az einsteini gondolatot erősítik, szerintem mindannyiunkban. Szerintem érdemes leszögezni, hogy ha például a szombati országos demonstrációra gondolunk, szakszervezeti szempontból egyértelmű kudarc volt. Ugyanis még a Mérce.hu tudósítása szerint is nem lehettek lényegesen többen az egész országban 10 000-nél. Körülbelül 10 000 főt említett. Viszont lényegesen kevesebben, igen. Körülbelül 10 000 főt említett a Mércét. Még hogyha el is fogadom ezt a számot, ezeknek csak egy része volt szakszervezeti tag, hiszen ugye a többiek politikai, meg egyéb aktivisták és szimpatizánsok voltak. Na most tudni kell, hogy tehát ebben az esetben a szakszervezetek legjobb esetben olyan 5-6 000 embert tudtak utcára vezényelni, és lehet, hogy sokat mondok. Na most a legnagyobb szakszervezeti konfederációnak, a Kordás vezette MASZ-nak 105 000 tagja van, 105 000. A SZEF-nek, amelyik szintén részt vett ebben az országos demonstrációban, 65 000 tagja van. Ez azt jelenti, hogy a szakszervezeti vezetők a saját tagságuk legnagyobb részét sem tudták meggyőzni arról, hogy legyenek kedvesek kimenni az utcára tüntetni, és hát akkor az emberben felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet ezek után abban bízni, hogy ebből országos sztrájk lesz, hiszen a sztrájk azért arról szól, hogy a munkavállaló arra a napra lemond a fizetéséről, ha csak nem a sztrájk alak, ki nem segíti. Tehát amikor Kordás László január 5-én arról beszélt, hogy leáll az ország, hogy majd január 19-én jöjjön, aminek nőjönnie kell, útlezárás, stb. Már akkor lehetett sejteni, hogy ez egy politikai délibáb, vágyálom, ugyanis az országos sztrájknak egész egyszerűen sem a jogi feltételei, sem pedig a politikai feltételei jelenleg nem állnak. Nem lehet, hogy az a problémájuk, hogy nincs kéznél az egykori kommunista titkosszolgálat, hiszen most már egyre több információ van arról, hogy 1990. október 25-én a taxis blokkád kialakulásakor még élt és virult, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy akkor valóban meg lehetett bénítani az országot. Hát ehhez kapcsolódik szerintem Gréci Zsoltnak az egészen kiváló, brilliáns gondolatmenet, amikor azt mondta, azt hiszem, Bohár Dalinak az Echo TV-s tagjának, hogy ekkora tüntetések még soha nem voltak Magyarországon. Hát ugye pont, igen, nagyon picik, ilyen mikro tüntetések. Ugye hát egyrészt ott van pont a taxis sztrájk, ami hát ez egy egészen monumentális dolog, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy milyen mozgatórugói voltak, és hogy mennyire tetszik, vagy nem tetszik, leginkább nem tetszik nekünk. De ott a 2006-os tüntetések, amik tényleg borzalmasan nagy
nagyon nagy tüntetések volt, nagyon sokáig tartottak. Hát én magam az Operaháztól egy időt, mindig a Kossuth térre mentem, amikor végeztem, és amikor a Kossuth teret műveleti területén nyilvánították, akkor meg átmentünk a, azt hiszem, a Batthyány Örök Mécsesnél tüntettem. Én nem tudom, minden este januárig vagy februárig talán ott voltunk. Hát ez sokkal hosszabban kitartó és sokkal több embert megmozgató dolog volt. A szombati dolog az egy egyértelmű kudarcnak lehet ítélni, szerintem baloldali elemzők is több televíziós műsorban láttam, hogy mindenki azt mondta, nem sikerült ez. Hát borzalmas, szegény Molnár Áron, a Noir formációnak a vezetője, vállalta föl az egésznek a megszervezését. A Budapestit. A Budapestit, igen. Kitalált egy szerencsétlen jelet, ami vagy a éhezők viadalára emlékeztet, de a Los Angeles Blood. Hát vagy a Trump, mert ez egy tipikus Trump. Igen, a Blood, hogy Blood nevű bandának is ez az egyik kézzel. Többször, és akkor az eventet is többször módosították a Facebookos event. És maga a performance sem sikerült túl jól. És a lakatokra mondasz? Voltak ott, ami lakatok, és senki nem hozott lakatot magával. Ez egész borzalmas volt. Én nem tudom, ha ellenzék lennék, azért nagyon kellemetlen. Ezzel együtt a kormány oldal nem lehet teljesen nyugodt. Nem. Na nem a tüntetések miatt, bocsánat, hanem a... Újjáéledő bolsevizmus miatt, nem is vagyunk nyugodtak. A munkatörvénykönyvét a kormány oldal nem tudta jól elmagyarázni. Ez azért szerintem kétségtelen. Kommunikációs tekintetben. És az azért látszik a Závetsz Research, amely egy viszonylag szerintem eléggé megbízható intézet, már előre jelzett egy 4 milliós szavazat csökkenést a Fidesz számára. Kíváncsi vagyok még, hogy a Medián milyen számokat hoz ki, mert az a másik kifejezetten megbízható közvéleménykutató intézet. Még egy mondatot rá, én ebben nem, azért nem tudok teljes mértékben egyetlenül, mert pont Nagy Józsival is vitatkoztunk ezen, nagyon azt mondta, azt hiszem Pető Péter és Nagy Józsi is, hogy itt egyfajta kommunikációs csatát vesztett a kormány, mert hogy a rabszolgatörvényként kezdték el hívni az emberek, és én meg ez nem értek egyet, hát szerintem az Index, a 24, meg a 444 kezdte rabszolgatörvénynek hívni, illetve először az ellenzéki politikusok, és az kétségtelenben igazad van, hogy nagyon sok kormánypárti szavazót is összezavart ez a rabszolgatörvény, de hát azért ezt látjuk, most hogy a gyakorlatban nem fog megvalósulni, és azt is látjuk, hogy most már magát a rabszolgatörvény elnevezést is elkezdték el, hogy talán pont a Mérce meg a Nyugati Fény hívja már. Csak a kérdés az, Bence, hogyha ez a rabszolgatörvénynek nevezett munkatörvénykönyv módosítás, igen, mert valójában erről van szó, tehát hogyha ez a munkatörvénykönyv módosítás a gyakorlatban egyre kevésbé tud megvalósulni, mert nagy cégek is jelezték, hogy nem kívánják alkalmazni, akkor mi értelme volt vállalni ezt a politikai kockázat? Tudom, hogy lehetőség, bár hozzá kell tegyük, hogyha amennyiben 3 éves munkaidő keret van, akkor viszont valóban igaz lehet az, hogy csak a munkaidőkeret lejárt a végén jut hozzá a munkavállaló a túlórához. Igaz, szóval bonyolult a dolog, ez viszont az is kell, hogy az ott lévő szakszervezet beleegyezzen a kollektív szerződés módosításába. De ezzel együtt is tehát a kormány annyiban mindenképpen hibázott, hogy vállalt egy viszonylag komoly politikai kockázatot, ahogy te is megfogalmaztad, még a kormánypárti szavazók egy részét is megzavart ez a dolog, és most úgy látszik, hogy nagyon sok helyen egymás után mondják ki a nagyobb cégek, hogy nem kívánják alkalmazni a 400 óra túlórát. De akkor nem volt értelme a törvényt megszavazni. Nem, hogy nem volt. Hát nincs értelmes magyarázat arra, egyetlen egy értelmes mondat nem hangzott el, hogy mi volt ennek a kiváltója és az oka. De én annyiban másképp látom ezt a helyzetet, úgy látom, ez az egész ügy kezd hasonlítani az 1988-89-es Dunagét ügyre, a Dunai vízlépcső elleni megmozdulásokra. Hát ott olyanok mentek el tüntetni a vízlépcső ellen, tulajdonképpen a kormány ellen, akinek fogalmuk nem volt az egész vízlépcső ügyről. Én szerintem ez a törvény az Orbán kormány vízlépcső ügye. Tehát ez olyan embereket hozott egy táborba, akik egyébként a világról teljesen másként és más gondoltak, de most, és ez úgy látszik, hogy ez egy politikai megatrend kezd lenni. Én kint voltam Tapolcán egy tüntetésen. Én elmentem Tapolcán, ott lakom ott a környék, és megmondom, hogy milyen egy ilyen ellenzéki tüntetés. 100-120, de elég jó, 150 ember botorkált, pedig a Tapolcán azért a Jobbik város. Polgármester képviselőt ad a város, tehát az elég erős. Jobbikos, sőt, ott adja a Bauxitbány után elég sok baloldali szavazó is volt. 120-150 ember ott
próbált egy kicsit hőbörögni, tartott egy órán keresztül, igazából semmi nem történt, volt 8 rendőrautó, jól lehetett fényképezni, lezárták egyébként az az utcát, ahol senki nem akart menni. Tehát ennyi volt a tüntetés. Utána mindenki békésen elkávézott egy kávézóba. Tehát kit kovácsolt ez össze? De miért gondoljátok, hogy a társadalmi elégedetlenségnek a kifejezése csak a több száz éves, vagy legalább száz éves tüntetés? Azokat az új formákat és új módszereket, például Andrástól megkérdezni. De hadd mondja, Herényi Károlynak igaza van abban, hogy valóban vannak más módok is az elégedetlenség kifejezésére, például parlamenti választásnak hívják ezt a módszert. Ebben úgy tűnik, hogy azért mégsem olyan nagy elégedetlenség. Igazságos. Szóval mennyire igaz a jobboldal véleményformálóinak az a vágya, hogy az, amit az utcán látunk, az az hiába vannak kevesen, de az a mérhetetlen indulat, az valójában egy bolsevik attitűd. Nagyon hasonlít arra, amikor Károlyi rövid uralma idején ugye a bolsevikok megszervezték magukat, majd sor került Kumbéláék államcsínyére. Ez most hogy jön ide? Nem, én őszintén megmondom, lehet, hogy van, aki ezt gondolja, én nem látok ilyen összefüggést, párhuzamot. Én személy szerint azért egy picit ezt másként látom, amiről ti beszéltetek, hogy egyfelől van egy nyelvpolitikai rész. Persze, az ellenzéknek az a dolga, a nyelvpolitikailag áthangsúlyoz a teret, tehát rabszolgatörvénynek fogja hívni. Szerintem a kormánypártiak hívhatnák túlóra törvénynek, de még ez nem jutott eszükbe. Jó, rendben van. Tehát, mint ahogy én sosem hívom ezt rabszolgatörvénynek, mint ahogy a CEU-t sem hívom Soros Egyetemnek. Tehát, hogy igazságosak legyünk ebbe a dologba. A másik, hogy az egy kérdés, hogy politikailag ez mennyire hatékony és erős, akár 150 ember, akár pár ezer, de azért ez egy nagy kérdés, hogy mindannyian tudjuk, hogy egy politikai hatalom, van, aki szavaz rá, van, aki tartózkodó, van, aki ellene szavaz, de minden politikai hatalomnak fontos, hogy legyen önkorrekciós készsége. És én nem tudom, hogy ebben az országban azért van probléma, mindannyian tudjuk, most pártoktól függetlenül. Nem biztos, hogy olyan hely, ugyanúgy kellett eljárni a hajléktalanokkal, ahogy eljárt a kormányzat, lehet, hogy más megoldás kellett volna, sok minden van. Mi fogja ezt a kormányt, aminek ilyen nagy a politikai túlsúlya, mert ez igaz. Tehát nincs gyakorlatilag egy teljesen össze-vissza, koncepciótlan, mindenfajta alternatívát felmutatni képtelen ellenzéke van. Mi fogja őt önkorrekcióra kényszeríteni? Képesek önkorrekcióra, mert láttuk ezt az internetadónál, volt önkorrekció. Láttuk ezt Schmidt Pál esetében, csak levették a Schmidt Pált. Láttuk ezt a vasárnapi boldzánál, zárójel, most azok tüntetnek a túlatörvény ellen, akik ellenezték a vasárnapi, akik azt mondták, hogy töröljék el a vasárnap. Mindegy, de ez nem érdekes most. Tehát itt az alapkérdés szerintem politikailag az, hogy a magyar szerkezetben mi fogja ezt a kormányt rávenni arra, hogy létező problémákra tett egy megoldást, ami nem tökéletes, lehet, hogy ők is tudják, de mitől lesz önkorrekció? Hadd válaszoljak erre a felvetésre. Szerintem az önkorrekciót egy jelentős népszerűség csökkentést tudja előidézni, mert a vasárnapi boltzárnál is pont az volt, hogy nagyon népszerűtlennek bizonyult, a netadó is népszerűtlennek bizonyult. Másfelől meg a szocialista párt... De Schmidt-Pállal mi volt? Hát Schmidt-Pál is elég népszerűtlen figurává vált. Soha nem volt a topon. Nagyon izgalmas, és hamarosan megtudhatjuk az Orbán kormányról, hogy hibát hibára halmozva és képes újabb kétharmadokat szerezni. De van még egy izgalmas témánk, és egy nagyon kevés időnk, ez pedig az, hogy lement az M5-ön egy műsor, amiből óriási vita kerekedett a baloldalon, fel vannak háborodva, Antoni Rita kilométeres cikkben tiltakozik ismert genderharcos a 24.hu-n, mindenki megmozdult, arról szólt a műsor, hogy Hodász András katolikus atya elmondta többek között, hogy ő igenis segít lelkileg azoknak a melegeknek, ingadozóknak, biszexuális embereknek, akik szeretnének visszatalálni a heteroszexuális útra. Tudjuk jól, hogy ez nyugaton óriási skandalum, Amerikában, Németországban kizárják az orvosi kamarából azokat a pszichiátereket, akik ilyesmit vállalnak, azt állítják, hogy ezzel azt erősítik meg, hogy a homoszexualitás betegség. Viszont eltagadják azt, hogy vannak olyan ingadozók, akik igenis kérhetnek segítséget. Bűne segítséget adni akár egy pszichológusnak, pszichiáternek, akár egy
atyának, egy lelkésznek, olyan embereknek, akik vissza akarnak találni. Gyorsan, csak annyira szeretek, kicsit saját magamról is beszélni, hogy narcisztikus ember vagyok. És akkor meg ez is a tetén. Ez az én témám, és pont ezt akartam mondani, mert ezen mindig döbbenet, mindig megdöbbenet. Alacsonyan lógott ez a gyümölcs, tudod? Kiderül, amikor Biliárjótról megjelentek ilyen cikkek, akkor minden valiberális sajtómunkás leírta, hogy ez felháborít, hogy a Magyar Idők megtámadta a balettművészeket, mert a legmagasabb művészetnek a legmagasabb csúcsán vannak a balettművészek, mert két év van leírták, hogy ez nem művészet, mert én csak ugrabugrálok. Mert ugyanaz szoktam tapasztalni, hogy baliberális újságírók előszeretettel, akár zárt csoportokban, akár nyilvános posztokban azon viccelődnek, hogy hát én balettművész, az egyértelműen buzi. Amikor megjelent rólam egy graffiti az Origo, és le is hozta, hogy Apáti Bence buzi, akkor nem is tudom, tehát te Hercsel Adél is egy posztba írtak, hogy hát ezek az emberek, amikor éppen nem engem buziznak, akkor utána föl vannak háborodva azon, hogy lemegy egy ilyen műsor. Az ember, az elmúlt évek egyik nagy sikerfilmje volt a Coming Out, ahol ugye Csányi művész urat fejbe veri egy akkori Schneider Roy vezér, és heteróvá válik az utolsó hatására. Hát ez egy játékfilm, tehát ne higgyük el a Csillagok háborúját se egyelőre, tehát csomó olyan, ami van, tehát ez a film, ez elkészült, a forgatók... Bocsánat, de az készült. 1984-et ma már el kell hinnünk, mert igen, az történik a valóságban. Tehát készült ez a film, aminek volt egy története, ami tényleg erről szólt. Olyan iszonyú támadás érkezett a film ellen, hogy meg volt egy nagyon humoros vége egyébként, hogy ugye a főszereplőnk miután golfütővel, vagy nem, baseballütővel megütötték, utána elkezdte a csajvenzi, holott ő egy elismert híres tagja volt a homoszexuális társadalomnak, műsorvezető, mindenki tudta róla, és a vége az lett volna, hogy akit elvesz feleségül, annak az eskü utálásig a fejre egy cserép, és az ifjú feleség elkezdi nézni a lányokat. Tehát egy abszolút vígjáték, egy komikus helyzetben rendezve, olyan barhé volt belőle, ami egészen hihetetlen, hogy ezt így nem lehet gyógyítani, és hogy ez teljesen tűrhetetlen, hogy egy társadalmi réteget ilyen-milyen megsértünk egy filmmel, egy fikciós filmmel. Tehát van a témának azért mondom, hogy érzékenysége, hogy mindegy, hogy nyúlsz hozzá, valaki fölkapja, és ugye elkezd vele menni. Az, hogyha valakinek van valamilyen véleménye erről, nem lehet más véleménye, mert hogyha ugye azt szokták mondani, hogy ők, ha nekem nincs igazam, akkor nincs értelme vitatkoznunk. Tehát amikor... Bocsánat, fél mondatokra maradt idő, de tehát én valóban láttam ezt a filmet, egyetlen egy komoly hibája volt. Az, ha valaki segítséget kér, annak meg kell adni. Ebben a filmben oda kellett volna hozni egy olyan homoszexuális ember, aki már ezt... Ezért az amerikai pszichiátriai kamarából. Nyugodtan hajítsanak, én nem vagyok tagja egyébként. De abból a szalomból is, ahol most már szívesen látnak, pedig régen még nem láttak téged szívesen. Nem látnak sehol, hála Istennek sehol nem látnak szívesen, mert mindenkinek megmondom a véleményem. Tehát kellett volna egy ilyen ember, és attól a pillanattól kezdve ez hiteles. Az nem volt hiteles, hogy maga a műsorvezető másnap a Facebookon elhatárolódott saját magától és a műsortól, egy órával hamarabb kaptam. Ez egy nagyon komoly ez téma. Ez egyébként nem igaz, ez egy nem fér bele a műsorba, ez a vita csak arról szól, hogy a meleg szervezetek későn vagy időben kapták-e meg a megkívást a műsorba, de attól a téma az még téma. De nem volt ott egy darab meleg sem. Segíthet-e olyan melegeknek, akik vissza akarnak találni? Hát ha hogy ne segíthetne? Hát ha valaki igényli, akkor ő neki kötelessége segíteni. Most írtad ki végleg magad a szalonokból ezzel a mondattal. Sajnos lejárt a műsoridő, úgyhogy meglátjuk, hogy a jövő heti szabadfogás szalonban ki és hogyan írta ki magát. De minden esetre, kedves nézők, folytatjuk egy hét múlva.